A Tűzkakas országos strandfoci bajnokság résztvevőinek már van bőven tapasztalata arról, hogy mi vár rájuk minden év nyarán, hiszen nagy múltú sportrendezvényről van szó, amelynek népszerűsége töretlen. Az idei tornára közel 40 csapat nevezett. A tűzoltói léttel, a katasztrófavédelem hivatással függ össze az, hogy jó erőnlétbe, sportoltan tudjunk közreműködni a hétköznapok veszélyhelyzeteinek elhárításában. És azért az is nagyon fontos, hogy a sport nem csak a testet, hanem ugye a szellemet is edzi, pihenteti, egy nagyon jó rekreáció. Mindamellett, hogyha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy akik ide jönnek Paksra erre a bajnokságra, azok egyre többen vannak, akik családostól érkeznek, karonülő babákkal, feleséggel, testvérrel, tehát egy nagy család. Ez a katasztrófa védelmi tűzoltói család, ahol barátságok köttetnek, és ezek a barátságok oda-vissza utána az embereket erősítik. A Tűzkakas állandó helyszíne a paksi ürgemezei strand, így a sportolás mellett egy-egy frissítő csobbanásra is van lehetősége a résztvevőknek, szurkolóknak. A 2014-es bajnokság selejtezői 4 napon zajlottak, több mint 100 mérkőzést játszottak a csapatok a megszokott szabályok szerint. Van egy szabályzat természetesen, ami évről évre ugyanaz, szerencsére nem sokat változik, és ezt a szabályt kiküldjük mindig a csapatoknak. Ebben van a strandfocinak a szabálya, van kispályás szabály is benne, de azt gondolom, hogy a csapatok betartják ezt. A döntő augusztus 2-án és 3-án zajlik, amikor 24 csapat rúgja ismét a bőrt a paksi homokon, közöttük a megyéből a katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a dombóvári és a paksi hivatásos tűzoltó parancsnokság formációja. A rendezvényre technikai kiállítással is készülnek a szervezők, ahol például egy magyar fejlesztésű tűzoltóautót, a legújabb cseh átemelő szivattyút és veterán motorokat is bemutatnak.